Tavaly adták át a közel 240 millió forintos forrásból megvalósult Kis Tisza Ökocentrumot. A környezeti nevelés tiszalöki központjánál Szögi Lajosra, a 2006-ban Olaszliszkán meglincselt tanárra emlékeztek. Mindig az volt az álma, hogy egyszer mondj egy nagy erdei iskolát, egy olyan közösséget hoz létre, ahol nagyon sok gyereket a környezeti nevelésben bevonhat majd. Hát ezt az álmat próbáltuk ezzel a látogatóközponttal egy kicsit kibővíteni. Úgyhogy már egy éve üzemel ez az látogatóközpont, és azt gondolom, hogy nagyon sok vendég láthatta már ezt a gyönyörű szép tiszai tanösvényt, és ezt a látogatóközpontot, ahol most Lajos nevét viseli már egy nagyszerű konferenciaterem is. A három gyerekes apára, a madarak kutatójára, a közkedvelt tanárra sokan emlékeztek, családtagjai, egykori tanára, kollégái és barátai együtt hajtottak fejet emléke előtt. Mihai Szögi Lajos tanárról emlékezünk halálának 10. évfordulója alkalmából, és cégcsoportunk, akinek tagja a Szögi Lajos Alapítvány, volt ennek a rendezvénynek a főszervezője, illetve állítatta tanár úr emlékére a mögöttem látható kopifát. Kovács Béla tiszavasvári fafaragó alkotását valamennyi emlékező megkoszorúzta. Szögi Lajos tanár úrnak a természet környezetvédelem volt az élete, úgyhogy nagyon is méltós igazságos, hogy a 10 éves évfordulón, ezen a szomorú évfordulón egy új kezdettel tudunk rá emlékezni, tudnak rá emlékezni a környezet és természetvédők, és hát mi beliek is, hiszen számunkra is egy nagyon fontos személyiségű. Az ünnepség környezetvédelmi konferenciával folytatódott, a Szögi Lajos konferenciateremben a zöld gazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár a Párizsi Klímaegyezményről és annak aktualitásáról is szólt. Úgy néz ki, révbe ér az a párizsi megállapodást, amit tavaly decemberben fogadtak el közfelkiáltással, de ratifikálása szükséges. Ez azt jelenti, hogy 55 ország és a széndioxid kibocsátóknak az 55%-ának kell ezt komolyan gondolnia, és nemzeti szinten is elfogadnia. Most 21-én meghaladtuk ezt az 55 országot, és megközelítettük az 55%-ot, ami azt jelenti, hogyha az Európai Unió sikeresen október 7-e előtt tudja ratifikálni ezt a vállalást egy éven belül, akkor Párizs után Marrakesben egy évvel később megkezdődhet az a folyamat, ami ténylegesen a szövegezés és a végrehajtására koncentrálhat ennek az új egyezménynek. A konferencián elhangzott, a célok elérése érdekében Magyarország 2,1 milliárd forintot ajánlott fel többek között a globális klíma alapba, és az elsők között csatlakozott az egyezményhez.